Az április 8-ai választási eredmények sok mindenkit megleptek. Az ellenzék jelöltjei közül sokan számítottak a végső sorrendre, azonban ilyen fölényű Fidesz győzelemre nem. Sokan keresik az okokat, a miérteket és a további lehetőségüket. Két dolog közös bennük, a kapott szavazatokért hálásak, és nem adják fel a megkezdett munkát, tovább folytatják. Ez a 71,1% ez magasabb, mint az országos, és magasabb, mint a korábbi évek bármelyik választása. Igazán nagyszerű, hogy Nyíregyháza polgárai a kötelezettségeket és a felelősséget vállalják az ország érdekében. Több mint 16 ezer szavazatot kaptam, ami még tovább fog nőni, hiszen egy választókörzetbe, vagy szavazókörben még nem zárult le a szavazás. Ez több, mint amivel Kovács Ferenc polgármester lett. Mi többre számítottunk, arra gondoltuk, hogy az a program, amit megkérdettünk, és amelyet a megyénk felzárkóztatása érdekében igyekeztünk minél több emberrel megismertetni, több embernek fogja a támogatását bírni. Sajnálom, hogy nem így sikerült. Majd elemezni kell, hogy pontosan mik voltak ennek az okai. Köszönöm a nyírbátoriaknak, hogy engem választottak. Sajnálom, hogy a választókörzet egyéb települései úgy gondolták, hogy ezt a bizalmat nem akarják nekem megadni. Megértettem, tudomásul vettem, és értelemszerűen a város érdekében, a jövőben is mindent meg fogok tenni, hogy a választók bizalmát megháláljam. Több lehetőség is felmerült az ellenzék jelöltjei körében, hogy miért alakulhattak így az eredmények. Egyszerűen az emberek féltek, és annak a nagy média propagandának, amit a Fidesz az elmúlt pár évben felállított, meg lettek tévesztve az emberek, és emiatt a Fideszre szavaztak. A jövő sok minden tartogathat, egy dologra bíztatok minden nyíregyházit, aki az ellenzékre szavazott, nem fogjuk abba hagyni, továbbra is fel fogjuk deríteni mind a városi, mind az országos korrupciós botrányokat. A fideszesek továbbra is érezhetik a hátuk mögött a tekinteteinket, figyelni fogjuk minden lépésüket, és megpróbáljuk továbbra is a magyar emberek érdekeit szolgálni, és bízunk abban, hogy az emberek ezt észre fogják venni. Hasonlóképpen áll a jövő feladatai elé a demokratikus koalíció is. Megmaradunk továbbra is ellenzékbe, és küzdünk ez ellen a rezsim ellen, mert ez nem maradhat így tovább. Mi nem fogjuk tétlenül nézni, hogy a határon túli magyarok döntsenek a határon belül élők sorsáról. Nem fogjuk nézni, hogy az egészségügyet még tovább lerombolják, még több várólista legyen, még nagyobb várólista legyen, így is hónapokat kell várni. Nem fogjuk tétlenül nézni, hogy még jobban lebutítsák a fiatalságot, mint ahogy levannak. Tehát mi szükségünk van nekünk erre? Én tudom, vejétől büzlik a hal, de nincs rá szükségünk. Ezt a rendszert le kell bontani, és a lehető leghamarabb. A DK jelöltje azt javasolta, fogjanak össze a pártok és követeljenek ki egy új szavazást külföldi semleges megfigyelőkkel, informatikus szakemberekkel.